iskolánk gondolt egy merészet, és hogy beindítja az erdeiskola programot. Ez Magyarországon már körülbelül egy évtizede elég jó ismert, nálunk sajnos nem. Tehát érdemben nem foglalkoznak vele, kár, mert óriási, hát én úgy érzem, óriási tanulási, nevelési lehetőségek rejlenek benne. Én azért szeretem az erdeiskolát, mert ott nagyon sok minden érdekes dolgot csinálunk. Általában úgy szokott lenni, hogy hétfőn elmegyünk, és hát olyan 5 napot szoktunk ott kint ülni, sok foglalkoztató játék van, és játszva tanulunk. Tanulni tanulunk, de másként tanulunk. Kimegyünk a szabadba, és egyszerűen szinte egy égigérő tantermünk van, ahol a gyerekek közvetlen módon ismerkedhetnek a növényekkel, állatokkal, találkozunk a faluban élő emberekkel, akik mesélnek munkájukról, kezükbe foghatnak talán soha nem látott szerszámokat, eszközöket, ki is próbálhatják. Vagy egyszerűen csak az is megtörtént, hogy felültünk egy lovas szekére, és körbe kocsikáztuk a falut, ezzel is ismerkedve a földrajzi környezettel. Szeretek a természetben lenni. Játszok a kutyákkal, kacsákkal, cicákkal. Egy kicsit kimozdulunk, és nem mindig ülünk a tévé előtt. És hát azért is jó, mert a barátainkkal úgy összegyűlünk, és egy kicsit játszunk. Csodálom természetet is.